A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Ülésezett ma Pécs megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése. A munkát a Pécs TV ezúttal is élőben közvetítette, az ülésen történtekről kolléganőm Szijjártó Ildikó készített összefoglalót. Az utóbbi időszak egyre élesedő politikai csatározása folytatódott a közgyűlésen is. A tervezett napirendi sor tárgyalása délután egy óráig sem kezdődhetett meg. A hosszúra nyúlt napirend előtti szólások, tisztségviselői beszámolók és az ezekhez kapcsolódó véleménynyilvánítások miatt. A vita az elmúlt időszakban nagy sajtónyilvánosságot kapott ügyek körül forgott, melyek az ellenzék szerint a közélet tisztaságáért emeltek szót. A kormányzó koalíció szerint viszont az alaptalan vádak csak a város rossz hírét keltik. Az egyre durvuló politikai vita stílus azonban mindkét oldal elítélte, és többen a megbékérést szorgalmazták. Az álláspontok azonban a több órás vitában sem közeledtek, és továbbra sem tudták meg a képviselők, hogy ki volt az a neve elhallgatását kérő baranyai országgyűlési képviselő, akinek információi alapján egyes sajtóorgánumok Kerényi János alpolgármester nevét is belekeverték egy komoly fiktív számlázási büntetőügybe. Kerényi tisztségviselői beszámolóban tájékoztatta a közgyűlést, és kijelentette, hogy az ügyhöz semmi köze, és ismertette az illetékes hatóságok állásfoglalásait, melyek arról szólnak, hogy neve semmilyen összefüggésben nem merült fel a nyomozásban. A több órás vitát a polgármester azzal zárta, hogy reméli, a közvélemény számára az derül ki, hogy a közgyűlés többsége békét akar, s a város érdekében kíván dolgozni. Az érdemi munka csak délután 13:30 kezdődött el. A napirendi sor keretében a testület elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést, s a nyári szünetben hozott döntésekről szóló beszámolót. A választott tisztségviselők illetményének megállapításáról is szavazott a testület. Bár az ellenzék a törvény által előírt minimális illetmény megállapítást javasolta, a testület többsége úgy döntött, hogy a maximumot kapja a polgármester s az alpolgármesterek, havi 455, illetve 450 ezer forintot, tekintettel arra is, hogy megszűnik a korábbi céljuttatási rendszer. A képviselők illetménye nem változott jelentősen. Határozott a közgyűlés az Újhegyi város részért és a Róma gyermekekért közalapítvány létrehozásáról, valamint több támogatási kérelem, ingatlanügy és pályázatok is napirendre kerültek. A képviselőtestület a munkát pénteken is folytatja. Az immár hagyományosnak számító Pécsi napok eredetileg 10 ünnepi napot jelentett szeptemberben. Programjának színesedése és az egyre növekvő érdeklődés miatt azonban idén már 1-től 24-ig zajlanak az események. Ezek közül a nagy közönség számára tervezett egyhetes rendezvénysorozatot hivatalosan ma délután nyitották meg. Délután 4 órakor a Széchenyi téren a helyi fúvószenekarok és a Horvát Honvéd Hagyományőrző Egyesület látványos felvonulása után dr. Toller László nyitotta meg azt a több mint egyhetes rendezvénysorozatot, mely elsősorban a város polgárainak kíván színvonalas szórakozást nyújtani. A Pécsi Napok rendezvénysorozata szeptember 1-től, a város ünnepétől, szeptember 24-ig szinte minden igényt kielégítően a különböző érdeklődésű és ízlésű polgárokat is megmozgatja. Még a hónap elején tudományos konferenciák, kiállítások zajlottak, addig az utolsó hét inkább a könnyebb kikapcsolódásé lesz. Hiszen 3 állandó helyszínen folyamatosan kirakodó vásárok, színházi és más kulturális rendezvények, komoly és könnyű zenei koncertek, gyermekműsorok várják az érdeklődőket egészen éjszakába nyúlóan. Természetesen a kikapcsolódást a gasztronómiai élvezetek lehetőségével is kiegészítették a szervezők. Mindhárom helyszínen népszerű nedűk és ételkülönlegességek várják a programok látogatóit. Miután az Elkotek Magyarország Kft. Megvásárolta a Nokia Szilva utcai telephelyét, tárgyalást kezdeményeztek a Pécsi Tömegközlekedési RT-vel annak érdekében, hogy utóbbi cég a helyi járatokat jobban igazítsa hozzá az Elkotek műszakrendjéhez. A tárgyalások akkor ugyan megakadtak, de mostanra megszületett a mindkét fél és a bejáró dolgozók számára is előnyös megegyezés. A Pécsi Tömegközlekedési RT eddig is próbálta az Elkotek Kft. Meglehetősen sajátos műszakrendjéhez igazítani az ipari parkot érintő buszjáratainak menetrendjét azért, hogy a fincék dolgozói kényelmesen jussanak el munkahelyükre. A Nokia Szilva utcai telepének megvásárlása után a buszjáratok menetrendjének további korrekcióját tartotta szükségesnek az Elkotek.
meglévő buszhálózatot az egyébként meglehetősen speciális munkarendek, műszakrendek, beosztások miatt szeretnénk olyan értelemben módosítani, hogy megoldható legyen mindenkinek, hogy eljusson a munkahelyére megfelelő műszakban, és talán haza is tudjon menni. Ez azt jelentette, hogy illetve a mai napig is azt jelenti, hogy a Szilva utcai gyárat az 50-es, a 60-as, az 1-es és talán a 3-as buszokkal megközelíteni nem lehet minden műszaknak megfelelően, illetve akkor lehet megközelíteni, hogyha meglehetősen hosszas sétát is tesz ehhez a kollega. A probléma orvoslása érdekében a finn cég levélben kérte a PTRT-t a járatok kiegészítésére, ám a nyári szabadságolások miatt a két cég közötti információcsere nem volt megfelelő, ezért a megoldás csak ezen a héten született meg. Olyan megállapodás született a két társaság között, hogy szeptember 25-től edzői jóváhagyás után indít a társaság új járatokat, amelyel kényelmesebben, illetve gyorsabban tudnak a dolgozók a munkába eljutni. Elsősorban a 16-os járaton, ott munkanapokon délután két járatpárt érint, az 50-es vonalán az esti órákban egy járatpárt érint, és az M89-es vonalán ott pedig szombaton és vasárnap három járatpárt érint különböző időszakokban, így aztán biztosítva lesz, hogy a hétvégi termelés esetén is szombat-vasárnap a dolgozók átszállás nélkül el tudjanak jutni munkájukra. Az új buszjáratok beindítása egy év alatt 3 millió forint pluszköltséget jelent a PTRT számára, amely ezt az összeget az önkormányzattal és a finn céggel megállapodva szerzi majd meg. Napjainkban Magyarországon még nem igazán elterjedt gyakorlat, hogy a számítógépes szoftverek illegális terjesztői vagy felhasználói bíróság elé kerüljenek. Azonban ahogy a számítástechnika mindinkább napjaink részévé válik, úgy kell lassan megszoknunk az olyan tárgyalásokat, amilyen például ma zajlott Pécsett. Bagó Péter tagadja az ellene felhozott vádokat. Én nem mosítottam a művészeti karnak a szervét, és nem is tettem tönkre. És nem is léptél bele? De beléptem, de nem rossz szándékkal, hanem teljesen jó szándékkal. Miután az egyetemi hallgatót a rendőrök lefülelték, a számítógépén talált nem jogtiszta szoftverek nyomán elindulva, 13 másik személy ellen is eljárást indítottak a szerzői jogok megsértése miatt. Vádilati tényállásnak megfelelően több esetben internetről vettek le programokat, ezeket CD-re, lemezre másolták, majd ezt követően történt ezeknek a cseréje, használata, másolata, illetőleg eladása. A vádlottak többségét Magyar György ügyvéd képviseli. Őt a magyar internetezők magánegylete kérte fel a jogi védelemre. Az a 9 ember, akit én a 14 vádlottból képviselek, nem csinált egyebet, mint teljes jóhiszeműséggel saját gyermekei részére megvásárolt olyan programokat, amelyeket ők aztán később játék céljára felhasználtak. Soha nem jelenik meg az ő oldalukon semmilyen vagyoni haszonszerzés. Magyar György szerint az ügyfelei ellen felhozott vád azért sem áll meg, mivel a szoftverek személyes felhasználását 1993 és 98 között nem tiltotta a törvény. Szerkesztőségünk gyakran találkozik panaszos vagy épp dicsérő hangú lakossági észrevételekkel, amelyek mellett persze nem mehetünk el. Ezúttal Pécs-Somogy lakói fordultak hozzánk abban a reményben, hogy problémájukat, ha orvosolni nem is, de közzétenni segítsünk. Íme. A csatornarendszer hiánya miatt az utcára kiengedett szennyvíz, valamint a kerteket átszelő árok szennyezettsége okoz problémát a Pécs-Somogyi Széna utca lakóinak. Mintegy két évvel ezelőtt a részönkormányzat kitisztította a gátrendszert, azonban városi segítségre nem számíthatnak a helyiek, mivel az érintett csatorna magánterületeken helyezkedik el. Két ároknak a vizétből jön ide le, mint hozzánk, a hulladékot, minden, úgyhogy hát már nem győzöm a flakonokat, a zsíros papírt, tehát szennyes dolgokat összeszedni. Itt fölöttünk egy bányatelep van, és annak a szennyvizét nem oldották meg. Csapadék elvezető árkok vannak, de abba engedik ki a szennyvizet, és ez a terület, ez mindig föltelítődik vízzel, és mikor jön a komolyabb eső, mint most is majd össze, akkor a pincék tellenek, meg hát az utcán hömpölyög a víz. Ebben az esetben a magántulajdonokon keresztül kell bemenni, és részben, hát ez most elvi kérdés, hogy egyáltalán ez a gát, ez most milyen tulajdonban van, kezelheti a város, avagy a részönkormányzat támogatásával a lakosságnak, vagy milyen módon lehet majd ezt tisztítani. A végleges megoldás csak akkor van, amikor a szennyvízcsatorna rendszer elkészül, amikor ez elképzelhetetlen lesz, hogy ez előforduljon, és hát külön a csapadékvizet egy árok vezeti el.
A lakosok életét a közelmúltban egy telek eladása is felbolygatta. A Lorenzo Alapítvány ugyanis itt vásárolt területet, melyen egy szociálisan rászoruló család számára építene házat. A helybéliek úgy vélik, hogy az új tulajdonosok nem kívánatos személyek a környéken, sőt a telek szomszédokat is hibáztatják az értékesítés miatt. Azóta minket rágalommal ének két ember itt az utcába, hogy cigányok, tehát cigányok költöznek ide közvetlen mellénk, hogy miért engedjük meg, és miért írtunk alá az építési engedélynek, mert ha mi nem írjunk alá, akkor ők nem költöznének ide. Tehát tudatlanul az, hogy már csinálják a fesztivált, és még nem is tudja senki se, hogy ki jön ide közvetlen mellettünk. Hát mi csak szomszédok vagyunk. Mikor kipattant az, hogy telepítésről van szó, és hogy nemzetiségi telepítésről, akkor úgy meglepődtünk. Ez a viszonyulás tulajdonképpen ez engem elszomorít, mert nagyon távol áll tőlem ez a fajta gondolkodásmód, és bárhogyan is nézem, akkor amikor azt mondjuk, hogy nemzetiség, főképpen azt mondjuk, hogy etnikum, akkor egy szót ki kellene törölni a szótárunkból, és ez az előítélet. Úgy érzem, hogy kicsit nehezebb lesz most nagyon tisztességesen és korrektul a cigány kisebbséggel majd tárgyalni, hogy hogyan tudjunk belefolyni ebbe, hogy az itt majdon felépítendő háznak a kijelölésénél esetleg a somogyi településrészi önkormányzat vagy a lakosság bele tudjon szólni. Én úgy érzem, hogy most egy kicsit nehezebb a feladatunk, de megpróbáljuk ezt tisztességgel és előétek nélkül végigvinni. Igen. Égési sérüléseket szenvedett embertársaink nem csak a kellemetlen, hosszadalmas gyógyulási folyamattól szenvednek, hanem gyakran lelkileg is megviseli őket betegségük látható nyoma. Az ő számukra adhat segítséget az Égés Betegek Egyesülete, amely ma tartotta alakuló ülését. Évente átlagosan 200 égési sérült kerül a Pécsi Honvéd Kórházba. A betegek egyharmada egész életében magánviseli balesete nyomait. Nagyon sokszor olyan tragikus eseménynyel kezdődik az égés, mondjuk egy gázrobbanással tönkre megy a ház, a család vagyona elpusztul, és akkor megég a beteg. Most hosszú procedúrán égettek kezelés, ez egy hosszú folyamat, megy át, és végül aztán meggyógyul, de legtöbbször hegesedéssel. Különösen a súlyosabb égetteket nem tudjuk meggyógyítani másképpen, akármilyen plasztikai módszert alkalmazunk, nyoma marad. A társadalmi izoláció megakadályozására orvosoknak és betegeknek össze kell fogni. A most megalakult Betegérdekvédelmi Egyesület elsődleges feladata az, hogy összegyűjtse azokat az embereket, akik számára nélkülözhetetlen a segítség. Hozzánk lehet majd fordulni, és rehabilitációban, házi ápolásban, álláskeresésben, vagy például olyan kérés is napokban érkezett hozzánk, hogy egy égett kisgyerek számára mesekönyveket, videókat gyűjtsünk, mert a család nem tudja megvenni. Tehát gyakorlatilag ma egy szervezeti, egyesületi forma nélkül nagyon nehéz bármilyen segítséget megszervezni. Híradónk végén figyelmükbe ajánlom rövidesen kezdődő Mérleg című gazdasági hírműsorunkat, melyben a Raiffeisen Bank első féléves eredményeiről is szó lesz. A kulturális híradóban Tám László fotókiállítására kalauzoljuk el önöket, sportműsorunkban pedig egy hétvégi ügyességi versenyt ajánlunk szíves figyelmükbe. A város legfontosabb híreinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Műsorunkat lapelőzetessel, majd időjárás jelentéssel folytatjuk. Maradjanak velünk! Pénteken a Dunántúli naplóban. Emelkedtek Pécsett a képviselői fizetések. Csütörtöki ülésén hosszas politikai közjáték után döntést hozott a pécsi önkormányzat az új önkormányzati képviselői és polgármesteri díjakról. A Dunántúli napló pénteki számában összeállítást olvashatnak. Mennyit keresnek Pécsett, Mohácson, Komlón és egy másik nagyvárosban, Szegeden a városatyák. Újabb központ a fideszes városnak. Regionalizálni kívánja a kormányzat a hazai munkaügyi központok rendszerét, és nemrég elterjedt a hír, hogy a majdan jelentős pénzügyi források felett rendelkező Dél-Dunántúli centrumot nem Pécsre, hanem Kaposvárra helyezi. A Baranya megyei közgyűlés elnöke levélben kérte meg a baranyai országgyűlési képviselőket, hogy tegyenek meg mindent a régiós központ Pécsre kerüléséért. A város nagy mutatványa. Az új polgári idők hajnalán egy évtizede még szinte csak bensőséges családias ünnep volt az akkor induló pécsi napok.
a rendezvény már kinőtte magát. Idén például a szervezők már közel 200 programot kínálnak, amelyeknek 90%-a ingyen látogatható. A Dunántúli Naplóban is minden nap egy műsor beharangozóját olvashatják, a rendezvény részletes leírása a lap olvasószolgálat oldalán található meg. Nyugat felől nedvesebb légtömegek érik el térségünket. Éjszaka változóan felhős lesz az égbolt, egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 10-15 fokig hűl le. Holnap délelőtt több órás napsütés várható, a délutáni órákban megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű. A nyugati szél időnként megerősödik, a hőmérséklet napközben 25-28 fokig emelkedik.